Ahhoz, hogy megértsük, miért beszél most mindenki a PlayStation 5 úttörő SSD megoldásáról, hogyan változtatja meg a játékipart, egy kicsit meg kell ismerkednünk a tárolóegységek régebbi és újabb fajtáival, azaz a HDD-vel és az SSD-vel. Megpróbálom nagyon egyszerűen elmagyarázni, mi az a HDD, mi az az SSD és mi a kettő közt a különbség. A HDD-t még 1956-ban találta ki az IBM. A HDD a Hard Disk Drive, azaz a merevlemezes meghajtó rövidítése. Nem véletlen ez a neve, ugyanis tökéletesen leírja annak működését. A korábban Vinyó vagy Winchester néven emlegetett HDD belseje merevlemezeket rejtett, amelyek felett egy író és olvasó fej nyúlkált hozzá az adatokhoz, ezáltal tudott a lemezre írni vagy onnan olvasni. Ezek a lemezek általában 5400 vagy 7200-as fordulaton pörögtek percenként, és ez határozta meg, hogy milyen gyorsan tudtunk olvasni a lemezről, vagy írni arra. A sebességre lehetett hatni gyorsító tárral, de ez most nem lényeg. Az a lényeg, hogy nagyjából 30-60 megabyte per szekundumos sebességet lehetett elérni a merevlemezekkel. Az SSD a Solid State Drive, azaz félvezető alapú meghajtó rövidítése. Csak úgy, mint a HDD esetében, itt is olyan nevet találtak ki, amely leírja ennek működését, hiszen félvezető memóriás adattároló egységről beszélünk. Az SSD-vel már a 80-as évek előtt elkezdtek kísérletezgetni, ám a HDD vetélytársaival csak 1995-ben váltak, és akkor sem a köztudatba léptek be, hanem mint minden más új technológia esetében, ezzel is csak katonai és repülőiparban kezdtek el foglalkozni. Széles körben csak több mint 10 évvel később, 2007-ben vált elérhetővé, és 2008-ban mutatták be az első olyan 128 GB tárolókapacitású példányt, amelynek írási sebessége 240 MB per szekundum, olvasási sebessége pedig 260 MB per szekundum volt. Emlékeztetően mondanám, hogy ezt a sebességet a HDD esetében 30-60 MB per szekundumra lőttük be, úgyhogy ez 4×7-szer gyorsabb sebességet jelent. 2010-ben aztán a Samsung segített azon, hogy tényleg berobbanjanak a köztudatba és megkezdjék térhódításukat. A HDD-től eltérően az esetében nincsenek mozgó alkatrészek, tehát nem egy fej olvas róla, vagy egy fej ír arra, az SSD egy memória. Felmerült a kérdés, hogyha az SSD memória és a RAM is memória, akkor a RAM-ra miért nem lehet Fortnite-ot telepíteni? Hát az a különbség, hogy az SSD NAND alapú memória, amit fordítsuk úgy, hogy nem felejtő memória, és erre úgy képes, hogy nem kell hozzá áramellátás. Tehát a nem felejtő memóriában benne van a nem felejtés, ami azt jelenti, hogy emlékszik a dolgokra, amiket ráraktunk, és mint előbb mondtam, nem kell hozzá áramellátás, tehát ezért tudunk tárolni adatot úgy, hogy ha kikapcsoljuk a gépet, majd visszakapcsoljuk, ugyanott van minden, ahol hagytuk. Az SSD családjába érkezett nemrég az M2 SSD vagy NVMe, ami már sokkal jobban hasonlít egy memóriára, közvetlenül az alaplapra kell csatlakoztatni. Ez egyébként sokkal gyorsabb, mint a sima SSD. Míg az SSD nagyjából 500 MB per szekundum sebességre képes, addig ez az NVMe társainál bőven 1 GB per szekundum fölé mehet. Oké, tehát a számtekórának vége, nézzük meg végre, hogy milyen előnyei vannak az SSD-nek, ami a PS5-ben lesz, a HDD-hez képest, ami most jelenleg a PS4-ben van. Először is rövid az indulás ideje, tehát nem kell megvenni, még felpörög a lemez. Halk, gyors és kevesebbet fogyaszt. Na de, akkor miért nem használ mindenki SSD-t már régóta? Igen, van egy nagy hátránya is, mégpedig drága, és valószínű ezért is lesz sokkal drágább, vagy nem sokkal drágább, még nem tudjuk, a PlayStation 5, mint a PlayStation 4 volt. Míg egy 1 terás HDD-t nagyjából 14 000 forintért be tudunk már szerezni, addig az 1 terás SSD 100 000 forint környékén mozog. Azért már egyre jobb kezd lenni a helyzet. Egy 256 GB-s SSD-t most már be tudunk szerezni 30 000 forint környékén, ami egyébként leírhatatlan élményt nyújt sebességben a HDD-hez képest. Tehát aki szeretné felturbozni valamilyen formában a gépét, és még nincs SSD-je, az azonnal vegyen egyet, mert minden sokkal gyorsabb lesz. Nyilván azok közül, amiket arra telepítesz. Na de miért jó az nekünk, hogy a PS5 gyors lesz? Mármint nyilván az csak jó lehet, hogyha
egy gép gyors, de miért ugrat rá ennyire mindenki erre a hírre, és miért mondja mindenki azt, hogy a PS5-ben az SSD korszakalkotó lesz? Nézzük meg! Itt egy kép a régi játékból. Nézzük csak meg a világtérképet. Kacskaringós folyosók mindenfelé, öreganyám se tudná összekötni át B-vel, pedig erősen a Füles Rejtvény magazinon edződött. Gondolhatnánk, hogy ez azért van, mert beteg pályatervezők csinálják a világot. Részben igaz, azonban nagy részt nem. Azért van ennyi kanyar és kacskaringó, hogy ne láss túl messzire, ugyanis a folyosó végén még nincs semmi, ugyanis nem töltött be a játék az adatot. Miközben mész egy folyosón, a játék tudja, merre tartasz, és betölti azt a tartalmat. Ha betölteni az egész világot előre, nem lenne gép, amin elfutna a játék. De mondok egy népszerűbb játékot is. Íme a WoW Classic, melyben a játék egyik ikonikus fővárosába, az emberek által uralt Stormwindbe tartok. Átfutok a hídon, és nem látom a város, mert ott egy fal, egy elágazás, ami bevezet a városba. Véletlen? Nem. Nézzük meg a törp fővárost, Ironforge-ot. No hát, itt is csak így lehet bemenni a fővárosba. Hát, ez az Aldi nagyon bénán építkezik, nézzük meg a horda oldalon Orgrimmart. Hát így se lehet látni a várost, csak egy folyosó után. Jó, most mondhatod magadban, hogy de Stickeri, bazd meg, én nem ismerem ezeket a csicska játékokat. Nani? Úgyhogy jó, mondok egy plészencsős példát. Azért plészencső, mert öreganyám egyébként így hívta a PlayStation-t, mert nem tudta kimondani, hogy PlayStation, viszont a plészencső az így reált a szájára is. Mit akartam mondani? Ja. Szóval, van erre példa a Sony játékok terén is, gondoljunk csak arra, hogy miért kell metrózgatni a pókemberben. Nem azért, mert brutál immerzív élményt nyújt. Na, szerintem ennyi elég volt, mindenki érti, miről van szó, azért vannak ilyen megoldások a játékokban, hogy ne kelljen előre betölteni az adatot, csak akkor, amikor tényleg szükség van rá. És ez itt a lényeg, a játékokat már egy jó ideje alapból így tervezik. A világok és a pályák elkészítését ez határozza meg főképp, és ez szab nekik, illetve a játékfejlesztőknek határokat. A PC-re megjelenő játékokat nem lehet addig másképp tervezni, amíg nem tűnt el örökre a HDD, és csak SSD lép a helyére, ugyanis senki nem akar azért pénzt veszíteni, mert olyan játékot fejlesztett, ami csak SSD-t támogat. Gondoljunk csak bele, hogy Gyuresz miután hazaért az utolsó kurvonalmas környezetismeret óráról, ahol azt vették, hogyan születik a baba, pedig ő már egy éve felfedezte a chatterbaitet, nem költené el anyja fizetését Fortnite kinézetekre, hogyha valami olyasmit tartalmazna a játék, amit az ő Celeronos alap HDD-vel szerelt gépe, amit egyébként engesztelésül kapott karácsonyra szüleitől, mert csak így merték neki elmondani, hogy elválnak, miután kiderült, hogy anyu nem azért jár át Ferika apukájához, hogy sót kérjen a finom levesbe, amit apunak csinál, mire ő hazaér a kocsmából, ahová az egész havi fizetését ment el elbaszni nyerőgépeken. Szóval, hogyha a Gyuresz gépe nem futtatná a Fortnite-ot, akkor nem költene pénzt rá, és akkor nem örülnének a kiadók. A PlayStation 5-ben pedig nincs ilyen megkötés, hiszen a PlayStation az PlayStation, a PC-ből meg sokféle van. Így tehát, amelyik családban van PlayStation, az a család nem megy szét. Ez azt jelenti, hogy a PS5-re fejlesztő csapatok sokkal nagyobb szabadságot kaptak, és teljesen más látásmódot követhetnek azzal, hogy a Sony ezt meglépte, és ugye erre láttunk is már példát az új Ratchet & Clank trailerében, ahol portálokon keresztül világokból világokba suhantak át, anélkül, hogy megröccent volna a játék, de hírként már megkaptuk azt is, hogy az új Horizonban például nem lesznek töltőképernyők, mindegy, hogy az egyik világ, ugye a világ egyik pontjából a másikba mész át, és azonnal el fog indulni a játék, tehát ugye azt korábban mondtuk, hogy nem kell megvárni, még a HDD felpörög és betölt. Itt azonnal, amint bekapcsolod a gépet, már működőképes lesz a dolog. Ennek tudatában most már te is tudod, te is érted, hogy miért olyan nagy szám ez. Igen. Érteni értjük, de majd ugye akkor lesz igazi ez az érzés, hogyha személyesen tapasztalhatjuk meg. Minden esetre én azt hiszem, hogy ez egy új korszakot nyithat meg a konzolos videójátékok világában. Ennyi volt tehát ez a videó, remélem most már egy kicsit mindenkinek tisztább, hogy miért olyan nagy hír az, hogy a PlayStation 5-ben SSD lesz, mégpedig jó SSD.
Köszönöm szépen mindenkinek, aki megnézte a videót, nagyon-nagyon sok vagytok, köszönöm a támogatást. Aki még jobban szeretne támogatni, az megteheti a Patreon oldalon, van lent link, balra, jobbra, fönt link, mindenhol van link a Patreonra, illetve látogassátok a pixelcrypto.hu-t, ahol játékteszteket, játékhíreket találtok. Nagyon szépen köszönöm a támogatást és a nézését, köszönöm szépen. Puszi, sziasztok!